Köszöntelek benneteket mai testületi ülésünkön, rendkívülésünkön, bocsánat. Jelenléti alapján megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. A kiküldött anyagot egy napi rendi pontjában gondolom mindenki megkapta, amiben írtam is, hogy szóba kívánom kiegészíteni a tegnapi budapesti tárgyalások alapján, és akkor továbbiakban ülve folytatom. Tehát a napirendi pontunk szándéknyilatkozat Nagy Dorog Nagyőség Önkormányzatának Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzat Társuláshoz történő csatlakozása tárgyában. Ugye itt az írásos előterjesztést megkaptátok. Többi település már meghozta ezt a döntést, a többi hat. Tehát ugye 7 település van a Hulladékgazdálkodási Társulásban, ami alakult ebbe ugye az uniós pályázatunk alapján, és hatalmal meghozták a döntést. Én azért húztam a dolgot, ezt a múltkor is már említettem nektek, hogy tegnap volt Budapesten egy tárgyalás a Nemzeti Hulladékkezelő Közszolgáltató ZRT-vel, ott tárgyaltunk a csatlakozási szándékunkról. Mert ugyanis a Hulladékgazdálkodó ZRT az nem ebbe az irányba rajzolta a csatlakozást a mi térségünknek, hanem vertikál felett, fel Dunaújváros irányába. Tehát arra rajzolta be a csatlakozást, és most ezt akarták megtudni tőlünk, hogy mi miért Kaposvár fel akarunk menni. Erről voltak egyeztető tárgyalások. És az az igazság, hogy elég súlyos hangnemre tölték egy-két dolog, tehát nagyon nem passzoltak az irányok, illetve a szóváltások egymás között. Köztük Sárosi úr is fenn volt velünk, a PHG ügyvezető igazgatója, aki ugye közszolgáltatóként eddig velünk együttműködve dolgozott. Úgy látom, hogy személyes ellentétek is vannak a vezérigazgató, illetve a pénzügyi referens között, és sok mindenben nem jutottunk dőlőre. Köztük az is, hogy azt is említettem már nektek, hogy a PHG a hulladék társulásunknak tartozik 80 millió forinttal. Ezt is már egy régebbi ülésen említettem, mivel hogy az állítások szerint nem kaptak annyi összeget a ZRT-től, hulladékgazdálkodó az ZRT-től, hogy a működésüket biztosítva legyen. És ezért kérték, hogy az amortizációs költségeket egyelőre ne kelljen befizetni a hulladéktársulásnak, mert majd meg fogja kapni az ZRT-től ezt az igazolt költségekre ezt a pénzt, és akkor visszaadják, mert akkor nem tudnak működni, hogyha ezt kifizeti a társulásnak. Na most tegnap azonosultam abban, ott fönn Budapesten, hogy állításuk szerint nem fognak ennyi pénzt adni a PHG-nak, úgy kapásból cirka összeszámoltak 28 millió forintot, hogy csak ennyit tudnak adni. Pro-kontra megy oda-vissza, hogy nem számláztak, meg nem időbe számláztak, meg nem időre mentek, tehát ezeket a dolgokat még nem sikerült tegnap letisztázni, ugyanis a vezérigazgató, hogy most csak kifogással vagy amúgy, fölállt, hogy jönnek igazgatási ülés, igazgatói ülése, és pár perc is visszajön, és egy óra múlva se érkezett vissza, és végén ott hagytuk a termet, maradtunk ott egy a pénzügyi vezetővel, vele is beszélgettünk egy kicsit, tehát igazán nem jutottunk ebbe dülőre. Viszont a páran, akik ott voltunk, páran hiányzott Pusztáncse, illetve Gerjen polgármestere, ők éppen valami teljítes rendezvényen voltak, ők nem voltak, a többiek ott voltak. Abban maradtunk, hogy továbbra is, ugye, mert egységbe kell itt nekünk mozdulni mindenképpen, ezt nem tehetjük meg, hogy mi külön ide, vagy külön oda, mivel ez egy társulás, egy vagyoni helyzetünk van, közösen kell menni valóba. A Süli, most már miniszter úrnak mondom, ugye, mert talán ma még polgármester, de lehet, hogy holnap már nem, mert ugye most kell neki lemondani a polgármesterségről. Azért inkább miniszter úrnak mondom, ő is ott volt. Ő azt mondja, hogy a Szita úrral megtárgyalták, hogy egy beolvadásos technikával mennénk be, úgymond a kaposvári hulladékhoz, és akkor ugyanúgy vagyonrészt szerezünk, és a vagyonunkat vinnénk tovább. Voltak ott olyan anomáliák is, hogy Budapesten ezt úgy tudták, hogy a PHG az alvállalkozóként meg akarjuk tartani, és alvállalkozóként dolgozik éppen vagy a Vertikálnak, vagy a Kapos, vagy a KHG, ugye KHG, Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
az egysége, ugye már ott is van a társulás, és van, aki a közszolgáltatást végzi, úgy, mint itt a PHG volt, ott meg azt hiszem a KHG pontosan a nevük, hogy alvállalkozóként kívánjuk továbbra fenntartani a PHG, de erre szó se volt, tehát mi nem akartuk alvállalkozóként fenntartani, és ebből is voltak ott a viták, hogy akkor nem tudnak annyit finanszírozni, mert nem indokoltak a kilométer távolság, amit szállítani kell a hulladékot, megvinni, meghozni, mert ugyanis ugye ezt a múltkor mondtam már, meg erre döntés is született, hogy a PHG-nak megmondták a jogosultságát, nincs meg a lakossági egyenérték száma. Nem csak a PHG-nak, nagyon soknak az országban, ugye régiósan oldották meg ezt a dolgokat. Tehát váltanunk kell mindenképpen. És ha így maradna ez a történet, akkor azért keletkeznek ezek a hiányok, mert az egyes szorza helyett is 0, valamennyivel van csak kiszorozva az egység, amit finanszírozást adnak. Ha belépünk a nagyobb integrációval egy nagyobb társulásba, akkor egy egész akármennyivel lesznek szorozva ugyanazok a tonna vagy más a tételek, ami alapján finanszírozza a hulladékgazdálkodást az állam. És akkor lényegesen jobb lesz az eredmény. Na most az az igazság, hogy ebbe szerintem kicsit félre is lettünk tájékoztatva, ennek a kivizsgálását kérni is fogom a társuláson belül, akár egy bizottság felállításával, hogy ebbe ki a hibás, vagy ki nem, mert hogyha ezt még előbb megléptük volna, akkor nem képződött volna ennyi hiány. Ez derült ki a dologból, mivel hogy már alulfinanszírozottan kapta, működött, és ezt minél előbb meg kellett volna lépni, és nem képződött volna ekkora a hiány az egész rendszerbe. Na, az a lényeg, hogy ennek még lesz további folytatása, ez biztos, de a döntést azért kell meghoznunk, mert ugye fél évvel előtte meg kell jelentenünk, hogyha szolgáltatót váltunk, illetve majd kijelöli a szolgáltatót a kaposmenti hulladékgazdálkodási társulás. Ő fog kijelölni szolgáltatót erre a területre, ami ugye a KHG lesz, ami az ő szolgáltatójuk. Terve az van, hogy ezek a személyek ugyanúgy átvesznek mindenkit, akik itt dolgoznak Pakson, tehát egy-egybe átveszik, ugyanúgy megy folyamat, ugyanazok az emberek fognak jönni szállítani, ugyanazok a járművek jönnek szállítani. Annyival lesz különbség, hogy lesz egy előválogató, vagy van egy előválogató gépsora a kapos hulladéknak, hogy valószínű, hogy egy szemét átrakóval az alap beérkezett szemetet átrakják, elszállítják oda kamionokkal, tehát nem a kukás autó viszi egyen este 115 vagy 120 kilométerre, hanem lesz egy gyűjt, egy átrakó, elviszik, ott megcsinálják az elővallgatást, és utána visszahozzák ide a lerakható szemetet, hiszen nekünk meg az uniós pályázat feltétele, hogy a hét településnek ide kell a szemetit szállítani. Tehát ez ilyen róka fogta csuka, mert a projektet meg így kell fönntartani, mert akkor jön, akkor meg ott uniós visszafizetési kötelezettség keletkezik. Amennyiben ezt valami felsőbb utasításra meg kell szüntetni, akkor ezt nekik vállalni kell, hogy ennek a felmerült akár visszafizetési költségeit, akkor ha ezt az állam úgy fogja intézni, akkor ő neki kell kifizetni, vagy át kell vállalni, hiszen mi a jogszabályoknak megfelelően próbálunk működni. Ezt mindenképpen meg kell lépnünk, mert ugye kötelező feladat ellátásunk a hulladékszállítás a településről, tehát ezt a döntést mindenképpen meg kell hoznunk. Ez volt képlékeny még, hogy vertikál vagy kaposmenti hulladék, de most többségében mindenki azt mondta, hogy akkor Kaposvár. Mindenkinek van már szinte az összes településnek Kaposvárra jó kapcsolata, akár hulladék, a régi hulladék szállítás által, illetve a több helyen volt nem csak Nagydorogon, a szeméttelepeknek a rekultivációs projekteit is, amit azokon keresztül hajtottunk végre. Ugye ott már mi jelenleg tag kettőként nyilván vagyunk is tartva. Szóval azért mondom, hogy abban még lesz egy kis valószínű egy-két csörte ezekkel a pénzek kifizetésével, vagy nem fizetésével, vagy pereskedése, ez jövő titka, de ez nem befolyásolja egyelőre azt, hogy valóban csatlakoznunk kell, mert muszáj, mert mi magunk nem tartatjuk fenn, illetve ez az egység így nem működhet tovább, mert a működési engedélyt visszavonták. És azért javaslom, hogy akkor mi is a kaposmentihez csatlakozzunk. Van egy kimolat, amit a paksiak hoztak meg, azt ugye megkaptátok. Ha kell, végig is olvasom, úgyhogy nagy dologra vonatkoztatva, de
Nekem ezzel a javaslatom, hogy így csatlakozunk hozzájuk. Igen? Kérdés, hozzászólás? Igen. Az, hogy ha van egy szolgáltatóváltás, az lehet-e arra tudni valamit, hogy mit jelent a lakosság számára? A lakosság számára szinte észrevehetetlen fog lenni. Tehát a PHG-nál, amit ki vannak harcolva, ilyen jó kisebb kuka, meg igen, az ugyanúgy megy tovább. Az ugyanúgy tovább tud menni. Igen, ugyanúgy tovább. Tehát ez nem fog változni attól, hogy másik szolgáltatás, nem, szolgáltatási és díjak sem. Azokat, mert a szolgáltatási díjakat is most már központilag, államilag van meghatározva. Jó, szolgáltatási díjak is. És tudom, erre gondolok, hogy ilyen erőjogok voltak, hogy most a kisebb kukákat meg hogyan legyen. Igen, nem, ez ugyanúgy marad tovább, tehát egy az egyben mondom, beolvadással, és ezekkel a feltételek, amik vannak, így ígértek meg, hogy így vesznek át oda bennünket. Eddig az ügyfélszolgálat a PHG-nál volt Pakson. Most, hogyha valakinek kell intézni valója van a szolgáltatóval, akkor annak Kaposvárra kell menni, ezt, vagy Győrig megmaradnak itt. Ezt még nem tudom, tehát ez most még a szándéknyilatkozat, hogyha utána lesz ez lepapírozva minden, hogy akkor itt fognak-e fenntartani ügyfélszolgálatot, vagy hogy lesz, vagy mit lesz, vagy hatalmas a távolság, vagy csak elektronikus, vagy majd kijönnek ügyfélszolgálati napokat adni, ezt még nem tudom. Tehát én még személyesen nem tárgyaltam a Kaposvár, jártam ülésen, szóba volt, hogy kiket vennének fel, akkor már említették, hogy nagy dologra is, tehát szívesen vesznek bennünket, de ezek ilyenben részletekben mi nem mentünk be, egyelőre ez egy szándéknyilatkozatot akarunk menni, ha ott is elfogadják, hogy befogadják a társulást, utána tudjuk ezeket lezongorázni, ezeket az alapkérdéseket, hogy ügyfélszolgálati hely, problémás ügyek intézése, hogyan lehet megoldani, ki helyzet ügyfélszolgálata, vagy itt ezen a telephelyen fönntartanak, ilyet ezt még nem tudom. Amennyiben a most lett volna van Kapos menté, van Vertikál, van több cég, az árak mindenhol ugyanannyiak lettek volna. Igen. Tehát nem lehetett volna versenyeztetni. Nem, mert ezt államilag szabályozzák. Tehát így nem lehet versenyeztetni. Ha viszont nem csatlakozunk, akkor mindent szinte saját zsebükkel fizetni, mert nem finanszírozzak. Egy az, hogy a PHG nem teheti már, mert visszavonták a jogát. És itt az is a probléma, mint mondtam, ami termelte ezeket a mínuszokat, az volt, hogy már rég előbb meg kellett volna lépni, mert nem úgy finanszírozták a lakosság egyenérték miatt, hogy nem volt meg a lakosság egyenérték. Ugyanez volt a víznél is, vízés csatorna probléma. 150 ezer, azt hiszem, itt a hulladéknap elég 500 ezeres limiteket kell megütni. Igen? És ott fönt esetleg elhangzott valami, hogy ezzel az elmaradt számazása kapcsolatban valami semmi. Az még nem, odáig nem jutottunk el. Ez komolyabb történet volt. Már óta nem jöttek. Tudom, de hát ez mind állami, és tudom, hogy ebből megint probléma lesz, hogy lehet, hogy fél évet kap megint egyszer a lakosság, és akkor mindenki meg lemegy hitba, de ezt egyre nem tudok mondani, itt a televízión keresztül is azt tudom mondani, hogy mindegyszer már ezt elmondtam, amikor tovább nem számláztak, hogy mindenki azt a körülbelül összeget, ha tudja, tegye félre, mert lehet, hogy egyszerre fog kijönni megint akár egy fél éves számla. Nem, sajnos ebben mi nem tudunk beleszólni, hiszen ez állami irányítás alatt van, az egész számlázás. Ugye eddig végezte bérbe a PHG, bérbe számlázott az NHK-nak. Állítólag most működik a rendszer, ami valószínűleg megint nem működik, mert nem kapott senki számlát mostanában. Tehát azért köszönöm a Lajos a jelzést, de még egyszer ismétlem itt a tévénézők előtt is, hogy ha lehetőleg tegyenek félre akkor összeget, amire számítható lesz ez, hogy kinek mekkora méretű kukája van, hogy annyi összeget, lehet, hogy egyszerre lesz megint a fél év kiszámlázva. De idáig nem jutottunk el sajnos a tegnapi megbeszélésbe, meg amit mondtam, hogy nem jutottunk a végére, mert a vezérigazgató nem érkezett vissza. Igen már? Lehet kérdeznék, hogy ez a durvá 80 milliós tartozás, akárhova csatlakozunk, ez így is úgy is fennáll, ezt nem elégítik ki? Hát ha ezt felvállalja valaki, ezt kielégíti felénk, akkor mi megnyugodtunk, ha ezt Kaposvár felvállalja, de szerintem nem fogja felvállalni ezt meg külön meccset kell megvívnunk most itt, hogy a nevesítve, hogy most a Sárosi úr ügyvezetőnek a hibájából történt ez, ezt azért mondtam, hogy egy bizottságot fogok javasolni, hogy elállítsuk, ezt vizsgáljuk ki, hogy ezt le tudja dokumentálni, le tudja igazolni, hogy mindent a jogszabályoknak megfelelően elküldött az NHKZ fele, akkor pedig javasolni fogjuk, akkor a még létező PHG-nak, hogy akkor ő indítsa meg jogi eljárást az állam fele. Mert ezt nem akarjuk úgymond benyelni ezt a 80 milliós adósságot. De amennyiben nem sikerül bizonyítani az igazunkat, a hét település között osztanák szét az összeget? Hát akkor rajtunk marad, mert mivel, hogy mi vagyunk mi vagyunk a tulajdonosok.
az eszközöknek. És ugye ez az amortizációs költséget, ezt azért szedte a tulajdonosi közösség a szolgáltatótól, hogyha kiesik valami eszköz, és azt pótolni kell, akkor van egy képezett alapod, amiből meg tudod venni. Ezek az amortizációs költségek. És akkor ugye megvan, hogy hány százalékot egy járműnek évente annak az értékét, ami az amortizáció, ezt felénk kell oda tenni, mert ugyanis, hogyha kibukik 5 év után az a tárútó, kell venni egy újat, egy új szállítójárművet, akkor itt van ez a keretösszeg, ebből tessék, meg lehet venni. Jó, tehát azért mondom, hogy ez neces kérdés egyelőre, még nem tudom, ki fog fizetni, de nagy dolog nem szeretne, ezt ott ki is hangsúlyoztam tegnap az ülésen. Furcsán is néztek rám, és mondta nekik, hogy nem állami keretből dolgozunk, ekkor összegekből meg ezért, itt a pár millió is nagyon súlyos érveket jár mindenkinek, minden településnek. Ezt még tetszik, nem tetszik, még Paksnak is, hogy most ennyi milliót ide vagy oda kidob. Úgyhogy ebben még mondom, komoly dolgok lesznek, lehet, hogy ha nem sikerül megegyezni, mert mondom, itt tegnapi számok alapján összesen csak 28 milliót számoltak össze, hogy annyit úgy elismertek előttünk, hogy annyit hajlandóak kifizetni a PHG fel 28 milliót a 80-ból. Tehát akkor még 52 millió hiányzik éppen hozzá. De azért mondom, hogy most azt mondom, hogy miniszter úr is ott volt, ő is hallotta pro és kontra, amik elhangzottak, ő akkor is ott volt, most is ott volt, régebbi tárgyalásokon, ahol mi nem vettünk részt, ahol csak a Sáros Éri és a Süli úr volt ott. Nem tudom, hogy milyen jogi lépések lesznek téve, mik lesznek, de mindenképpen arra fogok indulni, hogyha ezt valaki akkor vagy az ügyvezetői felelősség, vagy ha az ott tiszta minden, akkor pedig javasolni fogom, hogy akkor tetszik, nem tetszik, akkor az állam fele kell fellépni követelésünkkel. Jó, egyelőre ennyit tudok róla mondani. Doni, szerinted felolvastam még ezt a határozati javaslatot? Felolvasom én inkább. Szándéknyilatkozat nagy dolog Nagyközség önkormányzatának, Kaposmenti Hulladegazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozása tárgyában. Nagy dolog Nagyközség önkormányzatának képviselő testülete támogatja Paks és környéke Hulladegazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának olyan módon történő módosítását, hogy annak értelmében a társulás közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos feladat és jogkerei megszűnnek. És a társulás feladatai a jövőben a Paks és térség Hulladegazdálkodási rendszer, mint megvalósult projekt fenntartására koordinálódik. Továbbá úgy dönt, hogy a Nagydorog Nagyközség önkormányzata Kaposmenti Hulladegazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz kíván csatlakozni. Mert a jövőben az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeit a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás útján kívánja biztosítani. Aki így egyet tud vele érteni, az kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm egyhangú. Akkor az ülést le is zárom, köszönöm a részvételt, és akkor majd a további mindenképpen értesítenek benneteket, mire jutottunk itt a pro és kontra érvekbe.